Jézus Krisztus által van menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatot nékünk. A Római Levél 5. fejezet második versétől az 5. terjedő szakaszt idéztem fel, a hit, amelyről az első vers beszél, amelynek négy lényeges alkotó elemét tegnap kiemeltük, ez folytatódik a reménységben. Abban a reménységben, hogy lesz örök élet, hogy lesz végső beteljesedés, amelyről Abelár gyönyörű szép himnusza beszéló, miek mekkorák azok a szombatok, mikkel az ég örök udvara zengs ragyog, törteknek pihenés, bátraknak jutalom, Isten lesz minden, s mindenben ő honol, ott fogad igazi szent Jeruzsálemünk, ahol a béke lesz örökös örömünk, ahol a tény előtt nem fut az epedés, s nem lesz a vágy különb, mint a teljesedés. Gyönyörű ez a szombatesti himnus, gyönyörűen fordította Babics Mia is az Ámor Sanctus kötetben, Felidézem ezt a hét versei 2024-ben indult sorozatomban, ezzel indítom ezt a sorozatot, január elején ezzel indultam el. A reménység! De a reménység nem kell, hogy megszűnjön akkor, amikor rendkívül nehéz helyzetekbe jutunk, amikor minden elkendőzi előttünk az örök élet reménységét, amikor úgy látszik, hogy még a földi reménységeink is mind halomra dőlnek össze, mert hát ebből se lesz semmi, abból se lesz semmi. De azt mondja Pálapostól, hogy mi nem csak dicsekedünk abban, hogy van hitünk, reménységünk, és vágyakozhatunk az örök életre, és így élhetjük az életünk mondjuk egészséges, normális hétköznapjait, hanem mi dicsekedünk a háborúságokban is. Miért? Azért, mert ha Isten megenged számunkra háborúságokat, akkor az csak azért engedi meg, hogy a türelmünket még inkább növelje. És észre se vesszük, a reménység úgy fog növekedni bennünk, hogy a háborúságokban nem csökken a reménységünk, a nyomorúságokban, szegénységben, lenézésben, kudarcokban nem csügged a reménységünk, hanem annál inkább nagyobb lesz, mert a türelem napról napról megújítja bennünk azt a reménységet, amit egyszer hitáltal megszereztünk a békességes tűrés pedig próbatétel, tehát aztán jönnek újabb próbatételek, de nem baj, hogy jönnek újabb próbatételek, mert Isten edz bennünket, tehát a vasat is mindig edzik, edzik tűzből a vízbe, vízből a tűzbe helyezik, hogy minél erősebb, szilárdabb legyen a próbatétel pedig reménységet, mintha azt mondaná itt Pálapostól, hogy tudjátok, hogy az igazi reménység, hogy születik. Az igazi reménység nem egy illúzió, nem egy ábrán, nem egy csalfavak remény, ugye idéztük Csokonait, Vörösmartit is az eddigiekben, hanem az igazi reménység az, ami a kipróbált reménység, ami erős horgony, ami ö, od oda erősíti a bárkánkat vagy hajónkat a tenger fenékre, hogy innen nem fogunk elmozdulni, mert ez a kikötő, és hamarosan megnyílik a menny, és jön Jézus majd a sok ezer szentjével, és újjá fogja teremteni ezt a földet tehát a reménység az mindig a próbatételekben a próbatételek közötti egyre nagyobb türelemben, tűrésben, hűpomoné álhatatosságban a magyarnak is sok kifejezése van erre, hogy türelem, álhatatosság, kitartás, szívós kitartás, nagyon sok kifejezésünk van és ezek az életben nem kis dolgokat jelentenek. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert ha mi reménykedünk és bármilyen szidalmat kapunk hát elszenvedjük a szidalmat, lesajnálnak bennünket, hogy hát örök élet berebénykednek, kicsit megbudjant hülye emberek, hát itt a földön kell megcsinálni a karriert, és itt kell jól élni, hogy azután jön valami, vagy nem jön, azt mi nem tudjuk pontosan. Én amikor gyerek voltam, akkor is ezzel osztottak ki bennünk a felnőttek, hogy hát itt a földön kell minden geszenyét kikaparnunk, hogy majd mi jön, azt senki se tudja. Hát, ha nincs hitünk, akkor nem tudjuk, ha nincs reménységünk, akkor se tudjuk. De ha belekapaszkodunk Isten ígéreteibe, hogy mindent újjáteszek, és hogy tudom, hogy az én megváltóm és utoljára a porom felett megáll, és hogy nem csak nekem, hanem mindazoknak megadja az Úr, akik vágyva vártak az ő eljövetelében, vágyva vágyták az ő megjelenését, a bibliai igéket felidézzük, erősíthetjük magunkat hitben, szeretetben, reménységben, és ez az, ami soha nem szégyenít meg. Legyen tiszta hited, erős reménységed, bármi jöhet az életben, bárhogy is vélekedjenek rólad az emberek, soha nem fogsz megszégyenülni.